Na csoda csubi csut, ez a csokoládé és traktorkerék képen jelentkezik a következő csodálatos újlak részelés. Úgy gondolom, hogy bele kellene vágnunk a lecsóba. Új dolgokat fogunk csinálni. Csodálatos új dolgokat, mert kellene. Ugye megbeszéltük, hogy éjszaka mit fogunk csinálni, gyerekek, mit fogunk csinálni. Hát azt fogjuk csinálni, hogy várjatok, ha ráma itt van, akkor már hadd használjam egy kicsit. Kicsit ki a csodálatos tulajdonságait. És az a helyzet, hogy el kellene vetni a földeket marha gyorsan, mert kellene nekem aratni. Das ist aratni. Várjatok, elmegyek errefele, aztán arrafele. Hát rábával mindenképpen offroad kategóriát egy kicsit erőltetjük, megerőltetjük neki. Mert biztos, hogy bírni fogja, mint a csoda. Oda nézzetek. Hát megy a rába, megy a rába. Egyébként miért akadozik meg az a játék? Arra beszéljen meg valaki, valami csoda. Egyébként írta valaki, hogy kipőre, valamikor csinálhatnád azt, hogy egész... Mi várja, várja, várja? Állja le, Keeper, ne várja kell menni. Látod, már nem az úton megyek, már egy kicsit össze is keveredtem, egy pici, egy picit. És keressük meg, hogy hol van a vetőgépünk. Valahol ledobtam, mint a szart. Azt azóta meg azt sem tudom, mi van. Na, várjál már, Moré. Összekapjuk a vetőt. Aztán ezt a hatalmas földet le kellene vetni, mert ugye a... Jó lenne egy kicsit... Dogozni, várjatok, hol van, várjatok, hadd nézzek rá a térképre, mert muszáj. Gyerekek, mit mond, havazást mond kedre? Ha micsoda dolog ez, egyébként tényleg havazást mond kedre. Na várjál, álljál meg képe, itt a Rabosteiger, vagy das ist, ne csinálj, várjál, hol van a izé? Hol van a vetőgépük? Állj meg! Állj meg kislány, és mondom a választ, csak adj időt nekem. Állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen az életem. Valahol itt kell leledzeni, ott van a vetője. Elmegyünk csodálatos vetőgépért, azt csodálatos levetjük ezt a földet. Úgy, mint az alsógatyánkat, amikor megyünk fürödni. Ez egy csodálatos hasonlat volt, gyerekek. Csodálatos hasonlat, egy csodálatos személytől, a Keeper the Tank-től. Na most már mesélek nektek valami, gyerekek, komolyan. Máma mesket élünk. Figyeljetek. Szerintem ezt kézzel fogom itt levetni, ezt a részét. Befejezzük a dolgokat. Csapjuk neki, mint az őrültek. Igen, tudom, rálóg a másikra. Nem baj, gyerekek, nem baj. Mert nincsen letaposásmód, nem fogjuk kicsapni onnan a vetést. Figyeljetek, kicsit szedjük össze magunkat. Mert most érzem, hogy egy kicsit a Keeper sok, kicsit be van őrülve. Azt akartam mondani, hogy mondtátok, hogy ez az autotraktor, ez lehet, hogy egy kicsit jobb, mint amire számít a Keeper. Csak nem jól használja, úgyhogy lehet, hogy fogunk, oda nézzetek, micsoda viharfelhők. Ma, jaj, testvéreim az urban. Hát lehet, hogy esni fog az eső, aztán akkor mit csinálunk, Moré? Na, ezt a részt, nem olyan részt, mint a racse. Mert ugye a részt is az, úgy mondják, a racsét is azt mondják, hogy rész. Na, ezt megpróbáljuk nem autotraktorral csinálni, azt das ist autotraktorral, neki állunk a következő részeknek. Egyébként a rábára van tervezve, látom ez az ízé, ez a vető, mert ez nagyon szereti, ez nagyon viszi, gyerekek, nagyon viszi. Meg nem is annyira megy keresztbe, nem, gyerekek, de megy keresztbe egy kicsit, finoman. Finoman keresztbe húzza, de nem annyira. Dupla kerekű rába, mert azt kértétek, gyerekek, felkapcsolom a munkalámpát. Nem nagyon akad be a játék, gyerekek. Szerintem itt egy 250 év múlva esetleg, vagy nem is 250 év múlva, hanem több ezer év múlva a fejlődt civilizációk ellepik a bolygót, mondjuk az ufonauták. És megtalálják ezt a játéknak egy CD-s verzióját, és belerakják az extrém brutális számítógépükbe, amikor az űrhajóba ugye beviszik a lemezt, és megnézik, what the fuck mi ez, mert rájönnek, hogy ez egy szimulátor, egy farming szimulátor, nem tudják mi ez. Látják, mennek a Rabosteigerrel a földön, megnyomják véletlen az F-et a klaviatúrán, és leolvad, gyerekek, leolvad a izé, leolvad szerintem akkor is az UFO-knak leolvad a számítógépe, mert ez akkora, ez szerintem nincs olyan gép a világon, amikor ha bekapcsolod a lámpét, a lámpecskút, a Farming Simulator 15-be, nincs olyan gép, ami nem akad meg, gyerekek. Szerintem a játék, hogyha megnyomod ezt a gombot, ezt a csodás gombot. Na várjál, Moré,
Figyeljetek, itt egy kicsit csinálok egy olyat, hogy elmegyek egyenesre, utána meg görbén. Jó, oké. Na. Hú, annyi minden van, kavarog a fejembe, gyerekek. Olyan, annyi minden kavarog a fejembe. Egyébként ki az az Erik? Nasis Erik? Majd jött egy munkatársam, oda, hogy az Eriknek csinál egy szeretne az Erik egy autogramot tőle, vagy írjak neki valami pár sort, írtam neki, szeretlek Erik. Találkozunk a szökőkútnál 5-kor, de egyébként nem. De nagyon kedves volt, köszönöm szépen. Jó, nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, főleg egyébként a Rabasteigert soha életemben nem vezettem. Nekem az mindig egy izé volt, egy ilyen kultikus tárgy volt. Nem tudom, még a mai napig is, ha meglátok egy Rabát, nagyon nagyok ezek a John Deere-ek, meg ezek a különböző fentek, meg ezek minden traktor igazából, ezek az új típusok, ugye ezek a hatalmas nagyok, ezek mind monumentálisak és nagyon brutálak, meg tényleg csodálom őket, hogy húristen, hogy lehetnek ilyen hatalmasak. De amikor egy Rabasteigert meglátok, akkor még mindig az van, hogy Óri Isten, és ez egy magyar gép. Ferikével beszélgettem a gyerekek. Most megint történelem óra lesz, úgyhogy készüljetek, dőljetek hátra, mert Keeper történelem órát tart. A régi magyar gazdaságról, mert ugye főleg akik nem éltek benne, azok fel se tudják fogni azt a fejlesztési szintet, úgymond. Mindig azt mondják ugye a régi rendszerre, hogy az átkosba ezek meg azok a dolgok történtek. De gyerekek, azt is az új generációnak főleg mondom, hogy akik hallanak erről a régi kommunista rendszerről, ami igazából szocialista volt, de mondjuk úgy, hogy kommunista volt. Figyeljetek, ebbe a rendszerbe készült meg annyi ilyen Rába, 2-5 feles. Jó, nem olyan túl sok Rába 300-as, nem olyan túl sok Rába 180-as. És meg annyi fajta Dutra traktor, és szintén számtalan különböző Csepel teherautók, Rába teherautók, és gyerekek, és ezeket gyártottuk mi, és még mindig a Rabasteigerek ott vannak a gazdaságokban. Nem, meg annyi gazdaságban, gondolom, biztos vagyok benne, hogy ti is találkoztok Rábákkal, Rabasteigerekkel. Jó, a Rába teherautók azok kikoptak, ugye azért az egész más kategória, azért egy teherautó az hamarabb elveszti úgymond a szavatosságát, de még azok is vannak. És azt akartam kihozni ebből, hogy gondoljatok bele, hogy a magyar gazdaság ma hány darab és hányfajta traktort és hány ezer darabot tudna legyártani ezzel a fejlettségi szinttel, amiben most mi vagyunk, gyerekek. Mert ugye ezek a Rabasteigerek akkor, amikor elkészültek 50 meg 40 évvel ezelőtt, akkor ezek ugyanolyan fejlesztési szinten voltak, mint a világszínvonal. Tehát ez úgy képzeljétek el, mintha most ebbe a mondjuk a 2020-as évben a magyar gazdaság elkezdene gyártani mondjuk kész IH 620-asokat. Olyan minőségi traktorokat, mondjuk mint a kész IH 620-as, olyan minőségi traktorokat mi nekiállnánk gyártani. Gyerekek, el tudjátok képzelni, hogy magyar gyárakba, nem úgy mondom, hogy külföldi gyár, mint az Audi, hogy gyakorlatilag az Audi gyár, ami Magyarországon van és magyar munkásokkal dolgoztat, az úgy, hanem magyar gyár, magyarok csinálnak egy gyárat, és olyan minőségű traktorokat csinálnak, mint a Case IH 620-as. Ha tudjátok, mondjuk a trekkes változata, a gumi hevederes. Egyszerűen szerintem képtelenség. Meg az, hogy ilyen minőségű gépeket ugye meg tudjunk gyártani. És én pont erre akarok ugye rávilágítani, hogy azért annyira nem volt annyira szar az a korszak. Oké, tudom, oroszok segítettek, gyakorlatilag amiket gyártottunk, azokat. Viszont elég sok belpiacos dolog volt, de ugye például az Icarus gyár, ami több százezer, vagy nem tudom pontosan, de minimum ugye 100 000 különböző Icarust, de azt hiszem, várjátok, a 260-as, 280-as szériából talán valami 90 000, vagy valami még annál is többet gyártottak. Múltkor olvastam róla, de én a számokkal, vagyis az ilyen adatokkal hadilában állok, mindig elfelejtem. Na, az a lényeg, hogy
Ugye legyártottunk annyi buszt. Nincs olyan, nem volt olyan ország a világon, ahova ne szállítottak volna. Ugye Amerikába is turnéztak azokkal a buszokkal, mármint úgy turnéztak, hogy ugye bemutatták őket, hogy például reptéri buszoknak a csuklós hosszú verziót, ugye a 280-asnak volt egy ilyen speckó verziója, ugye gondolom lehet, hogy mindenki látta, ha nem, akkor mindenképpen érdemes megnézni, üssétek be, mert megtaláljátok egyébként neten. Én nagyon ajánlom azt a dokumentumfilmet az Icarusokról. Kettő darab is nem pont arról szól, de van egy rész, ami arról szól, a 21. század. És Icarus, ezt beütitek netre, és megtaláljátok azt a dokumentumfilmszerűt, vagy inkább egy ilyen reportfilmet, és ugye az Icarusnak a történetéről van egy ilyen kis, nem is tudom, talán nem is olyan hosszú, talán 30 perces ilyen kis műsor, és azt érdemes megnézni, aki mindenképpen fanatikus, mármint hogy a magyar gépeket szereti, azt mindenképpen nézze meg. Volt szó például az Anna babájáról, ami ugye egy hölgy mutatta be Amerikába több helyen, ugye például a 280-as Icarus-t, azt hiszem, hogy egy ilyen reptéri verziót. Na, de nem is erről akartam beszélni, hanem igazából így összefoglalni azt a dolgot, hogy a magyar gazdaság az volt annó képes arra, hogy gyakorlatilag meggyártson magának mindent, és itt nem csak a gépekre gondolok, hanem gondolok ugye a hifi cuccoktól a ruházatig, a cipőig, mindent gyakorlatilag meggyártottunk, de talán a gépek és a mezőgazdasági gépek és a buszok és az ilyen dolgok, amik azért nagyobb volumenűek, azokon látszik az, hogy képesek voltak a magyarok is gyártani olyan világszínvonalú dolgokat, mint például a Rabensteiger, vagy éppen az Icarus. Az az igazság, hogy 2020-ban sajnos a magyar gazdaság erre nem lenne képes önerőből, ugye most tényleg ne hozzuk fel a különböző külföldi autógyárakat, amikor gyakorlatilag annyi közünk van a külföldi autógyárakhoz, hogy magyar rabszolgák dolgoznak a sorokon. Igazából ennyi közünk van, és azért van Magyarországon az Audi gyár például, vagy az Opel talán Kecskeméten, mert igazából olcsó a munkaerő, és eléggé jó helyen fekszünk ahhoz képest. Ugye olcsó a munkaerő is, és viszonylag azért Európához vagyunk még. Tehát azért nem viszik ki Kínába, mert itt még azért elég jó helyen van, és majdnem olyan szinten olcsón dolgozunk. Nem olyan szinten, persze tudom, de elég olcsón dolgozunk, mint például a kínaiak. Úgyhogy ennyi közünk van ahhoz, de önerőből biztos vagyok benne, hogy a magyar gazdaság 2020-ban nem tudna legyártani ilyen volumenű dolgokat, vagy ilyen minőségű dolgokat. Na, gyerekek, itt is akkor folytatódik a tovább a vetés a mezerrel. Ezt a csücsköt mindenképpen levetjük, úgy mint az alsógatyát, gyerekek. Azt utána megyünk tovább balra természetesen. De hát ez legyen meg ez a rész. Hát figyeljetek, az a baj, éjszaka vettünk, úgyhogy baromira nem látok semmit. Ez a maximum itt fényerő. Ja, igen, és tényleg azt nehéz ugye megérteni, hogy ugye azt mondjátok, hogy hú, jók ezek a rabak, mert még mindig bennek magyarok gyártották, jaj de jók. De ugye mégse úgy gondolsz rájuk, hogy ezek modern járművek, de a maguk korában ezek pontosan olyan modern járművek voltak, mint most például egy 620-as IHA. Értitek? Egy kész. Na. Mert ott is hiányzik egy kis sáv, meg ott is hiányzik egy kis sáv. Jó, hát ezeket le kell. Ezeket most tudom, hogy egy kicsit ilyen gyögvegyelős, ugye itt az autótraktorral szenvedtük, azt a részt levetettük, azt a részt ott levetettük. Most ezeket ugye meg kell sajnos csinálni. Úgyhogy bocsi érte, gyerekek. Próbálja ki. Egyébként fölevelem ám a vetőt, föl szoktam emelni. Csak ugye bekapcsolva marad, akkor is azért elég nagy. Elég jól lelassít minket. Ezt akartam mondani, ezt a szót kereste a keeper. Jó, igen, fogy egyébként a vetőmaguk, de nincs gond, mert ugye itt van a pótkocsi ott fönt, ott meg is tudjuk tölteni, ha úgy van. Ezt le tudjuk fogni egybe? Lefogja egybe? Ott egy kis csücsök elmaradt, nem baj. Ja.
Hát nappal egy kicsit jobban meg fogjuk látni, sajnos ezzel is kell foglalkoznom, úgyhogy bocsánatot kívánok. Azért, hogy ez olyan eléggé monoton rész lesz, olyan szempontból, hogy ugye tényleg vetni fogunk, de talán így közben eltémázgathatunk, ugye pint például a magyar gazdaságról. Ja, ugye például az Icarus Stories videóba, amiről beszéltem, a 21. századosban volt például arról szó, ugye, hogy az Icarus az miért volt? Igazából miért csináltak egy Icarus gyárat? Ugye azért csináltak egy Icarus gyárat Magyarországon, mert ez a kölcsönös megállapodás, ami ugye a szocialista országok között létrejött. Ugye a KGST belül, ott ugye úgy működött ez, hogy minden egyes országnak meg volt szabva, hogy mit kell gyártania. Úgy mit kell gyártania, hogy gyakorlatilag a többi országnak is. Nem csak ugye saját magának, hanem a többi országnak is. Például ugye mondjuk Magyarországnak kiadták, hogy gyártania kell buszt. És az ugye a KGST összes országába került. Például többek között, nem csak oda, de leginkább oda. És ugye például ugye a románok gyártották a Dacia-t, ugye természetesen a szovjeteknél rengeteg autó készült, meg ott igazából minden készült, akkor ugye a Csehszlovákia, ugye az is megkapta azt a jogot, úgymond, hogy gyárthat autót, ugye mint a Skodát. És igen, és ugye a magyarok azok megkapták ugye az Icarust, hogy nekik az Icarust kell gyártani. De olyan sötét van, gyerekek, éjfél van és nagyon sötét van és nem látok semmit, várjatok. Azon gondolkozok, hogy itt akkor befejeztük a munkát? Elvileg befejeztük, ugye akkor B, kikapcsoljuk, felemeljük. Jó, ott hagytunk egy csikat középen, az nem számít, mondjuk. És akkor azt kellene csinálnunk, hogy gyerekek, itt aztán nem lesz egyszerű a móka. Megpróbáljuk az autótraktorra? Csináljunk egy olyan dolgot? Megmerjük próbálni az autótraktort? Hát megpróbálhatjuk, gyerekek, de nem sok jót fűzök hozzá. Várjatok. Ötös gomb, és akkor csinálhatjuk azt, hogy ugye öre visszamenjen, ezt mondtátok. Legyen így. Autó, nézzük, mit csinál ez. What the fuck? Hű, ez még meg is akasztott a gyerekek a játékot, na. Na, erre kíváncsi leszek, hogy most picsi. Igen, rosszul van, ajj. Ezt mondtátok, hogy lehet, hogy rosszul van a fordulás irányba megcsinálva. Most megpróbáljuk még egyszer. És hogyha megint nem lesz jó, most megpróbáljuk így. Autó, így. Hogy? Oda nézzetek? Hely! Gyerekek! Ne szívassatok, hogy működik az autótraktor mód. Oda nézz. Követi szépen a föld vonalát. Nézzetek, kiszállok. Te esetleg egy lámpát kap... Ez az összes világításuk? Na jó van, legalább itt tudok kapcsolni. Követi gyerekek a földvonalát, úgy látom, oda nézzél, testvérem. Na, kezdek büszke lenni erre a gépre. Vagyis az autótraktorra. Nézzük, itt egy kicsit bonyolódik a szituáció. Oda nézzetek gyerekek. Hopp. És most kiér? Sanyi, álljál meg! Bazd. Stop. Stop, gyerek! Jól van, ügyes voltál, büszke vagyok rád. Na, ide szed ki, hallod? Nem akarom! Sándor, mit csináltál, more? Sándor? Milyen büszke voltam rá, gyerekek, az benne az izébe zárok be, jó van. Jó, még
jó, hogy az Albastegerről beszélünk. Hát ez jó, ez nem jött össze. Hát lehet, hogy akkor mégse autótraktorozunk, hanem akkor vet a Keeper, mint a bolond. Hát bazze, ez nem jött össze. Na, inkább akkor beszélgessük. Hát az nem 2 perc lesz, amire ezt levetem, gyerekek. Egyébként cruise módot írtátok, hogy kapcsoljon be. Jó. Aláírom. Az lehet, hogy nem lenne rossz. Ugye az a lényeg, hogy amit egyszer végigcsinálsz, azt fölveszed. És akkor azt ugye megcsinálja. De valószínűsítem, hogy lehet, hogy ezt a területet nem fogjuk mi letolni instant, egybe, hibátlanul, tökéletesen, folyamatosan. És hogyha mivel nem toljuk le, akkor ugye hiába veszem fel, mert csak gyakorlatilag szekciókat vennék föl belőle, vagyis mentenék el. Hát gyerekek, ez viszont ez a tábla, hogyha ez meg lesz, hallod, akkor az beteg sok, beteg nagy terület lesz. Ez beteg nagy terület lesz. Jó van, itt elfordulok, annyi baj legyen, az a csücsök nincs meg. Hát egész jó befogta viszont. Úristen gyerekek, hát ez mekkora lesz, mekkora tér. Mekkora tér lesz ez. Pedig nem akarom gameplayen kívül bazza bevetni. De hát itt megbolondultak velem gyerekek, amire... Hát az, amire körbeérek, hallod, arra meg lemegy a nap. Amire körbeérek, lemegy a nap. Jó, hát ott sikerült az autotraktornak leszerepelnie, egyből bement oda a izébe. Dzsumbújba, de azért legalább viccesebb edbe. Ó, hát ez mekkora föld, hallod, azért én megint kitaláltam, érted? Legnagyobb föld, Keeper, ne szóra... Jaj, gyerekek. De várjátok, itt már el van vedve, oda nézzél, hallod? Nem olyan rosszul állunk ám. Esküszöm, testvéreim, oda nézzetek. Csak ne lenne ilyen útfas sötét? Jaj, legyen már reggel, hallod? Ez kitalált a Keeper, hogy ugye folyamatosan peregjen az idő. Hát... Jaj, itt is csikokban van, várjál. Ott meg miért hagytad el, ja? Hát, hogy volt egy bukkanó, vagy valami csoda, de itt megint ideje van, megint fönforgás. Én csikokban van. Itt van egy csík, ugye aztán akkor igazából jók vagyunk, mert igazából akkor nem is olyan, annyira nem annyira vészesen nagy a terület, mi? Ah, nem. Mert azért elég sokat elvetettünk belőle. Tudjátok, mit kellene csinálni? Megmondom őszintén, mit kellene csinálni, figyeljetek. Keeper kitalálta igazából a tutkót. Nem autókombájnnal, vagy traktorral vetetti, hanem sima gép izével, munkással. Vehetnék egy lajtát, nem tudom mennyibe fáj a lajta, gyerekek, mennyibe fáj a lajta. És akkor az izé meg mehetne oda-vissza az MTZ, annyival beljebb lennénk, érted? Elindítanánk ezen a böszme nagy földön, hallod? Aztán akkor tudná dolgát. Nem? Nem lenne az nekünk jó? Viszont ezt learatjuk. Akkor milliómosok leszünk, az hozzér, hallod ezt? Most tudom, hogy ez rengeteg munka, de hogyha ezt lealatjuk, akkor nagyon ott leszünk a toppon. Viszont ezt megint megtárcsázni, hallod, mert ugye ez be volt már kultiválva, úgyhogy abban szerencséje volt a Keeper. Meg, de viszont ezt, ha meg akarom tárcsázni, ide valami, tudjátok mi kell ide? Ide valami atom nagy gépek kellenének, hallod? És akkor most jöhetek kigondolni, gyerekek, és most jön a segítségetek, segítségkérés. Mert én ezt én nem fogom, most én levetem ezzel, meg le fogom társázni még egyszer szerintem az IH-val. De utána ide valami bődület nagy gépek kellenek, és ne írjátok a Big Badot, hanem rusztikus K701-es, ugye, nem is tudom mennyi az, 22.000 köbcenti, vagy 26.000 köbcenti is. Valami extrém nagy tárcsával, ami csak létezett a ruszkiknál is volt biztos régen is nagy tárcsa. Nem csak az amcsiknál vannak ezek a hatalmas izék, dögök. Mert ehhez a földhöz valami bődületesen nagy cucc kell, hallod? Ez így nem lesz jó, gyerekek. Ez így nem lesz jó, de viszont ezt el akarom vetni, valamit kell csinálni, és 4%-on vagyunk. Úgyhogy le kell hoznom a pótkocsit, mert inkább mind a vetővel megyünk föl. Várjátok, álljunk meg, hozzuk le a pótkocsit, menjünk ezzel, jó? Lehozom a pótot. Gyerekek, megakad a játék. Mi történik? Mi történik? Lehet, hogy ez az éjszaka, nem tudom. Éjszaka, az éjszaka.
A puha testű éjszaka. Vonatunk attól, ó, zaja. Egyébként ez rengeteg szalma, ez nem tud bagoltatni itt. Lagoltatni. Oda nézd. Mi a szar? Ezt nem tudom, mit csinálja, vagy micsi-micsi-ricsi. Hol van a izénk, gyerekek? Álljál meg. Azt se tudom, hol vagyok ebben a rohadt sötétbe, hallod? Le kell itt menni. TMK-s korszaknak is el kell kezdődnie lassan. Álljál meg, Sanyi, hát fogalmat sincs, hol vagy. És ez komolyan nem tudom, hol vagyok. Jaj, majd. Uha. Mi jók vagyunk. Jobbra el kell mennem. Hát ebbe a korom sötétbe kevereg a keeper. Na innen meg lehet közelíteni ezt a nagy földet. Valahogy itt kell lenni a izének. Ez a max világítás. Ó, te. Legyen reggel, gyerekek. Most lehet, hogy nappal végig izélünk, végig daráljuk. Vetünk mind az őrültek, mert... Ja, de nem ezért megyek. Először a izékel. Pout kocsi. Fú, gyerekek, hallod? Ez a föld, ez hatalmas. Ez vetekedik ilyen nagy izékkel. Hát ez... Nem is tudom. Ez nagyon brutál, ez hatalmas ez a föld. Most nem? Nem? Meddig mész, amíg kijössz az égére? Itt van valahol a pótom. Ja nem, ez még csak egy ilyen kis üzé, facsemetés sziget itt. Hát ez meg nem akar fölmenni, hallod? Jaj, MTZ, menjél már! Hol az ajtónk? Fázak! Halljátok, ez nagyon brutál, ez több mint sok. Ez lehet, hogy kicsit sok, ez erős nekünk, hát ezt amire én... Jaj, ez, amire én ezt bevetem, hallod, mekkora ez? Jaj, gyerekek, hát mit csinálunk itt, hallod? Ezt mondjátok meg nekem. Mi lesz itt? Mi lesz itt velünk? Viszont itt ezt learatom. Ez bőrületesen nagy pénz lesz. Ugye valószínűleg, hogy nem fog... Jaj, tudom, mire fogom elkölteni testvéreim a pénzt. Berakjuk félmillió ér a izét. A helikoptert. Mert arra szükségünk lesz, mert meg levágtatok oda. Félmillióért berakjuk a helikoptert, arra szükségünk. Marha sötét van. Világosodhatna már. De valami izéket, gyerekek, küldjetek valami... De ne moderneket, mert az a baj, hogy mindig küld... Mindig azt csináljátok, hogy... Írom, hogy... Küldjetek léci modokat. Nagy, mondjuk most például mondom, hogy nagy kultit, meg... Nagy tárcsár, meg nagy traktort, ami rusztikus. Régi, ruszki, magyar, ilyesmi. Ára meg mindig jönnek a izék. Gyerekek, mindig külditek a... Hol van ez a rohadt izé? Steiger? Hol a Steigerünk? Ott. Azt mindig külditek az ilyen hat modern gépeket. Oké, lehet, hogy lesznek később azok is. De még nem kell nekünk az, gyerekek. Na, vetőgép töltés. Úgy bevágódok, mint hogyha nem lenne üzemmód. Törés, mi? Nézzük. Gondolom R. Azaz. Jó van. Jó, legalább kell a nap, gyerekek, mert már kezdünk megvadulni itt. A sötétbe. Ja, meg tudjátok, mit kellene venni, egy LKT-t, ugye? Egy LKT-t, és júj, a magot úgy veszük, gyerekek, hát nem, ugye, még elfogy a pénzem a végén, azt most nézem. Jó, adjunk neki, adjunk az érzésnek. És próbáljuk meg kihasználni a vetőgép teljes szélességét, ha már egyszer. Ja. Fel kell a nap, akkor jobban átlátjuk a helyzetet, mert... De viszont szerintem ez a terület, ez erős lesz nekünk, egyelőre. Ezt körülbelül 3 napig aratjuk, ezt elmondom nektek, gyerekek. Úgyhogy ide már, ja meg hát kéne majd izét nominátorokat, ugye? Nagyobb kombájn. Mert ez durva lesz. Tényleg azon gondolkozok, a lajtákat meg kéne indítanom. Lehet, nem tudom, csak honnan szerzek pénzt? Ugye lehet, hogy még kéne egyet nézkedni, megnézni mennyik a lajták, aztán 3 traktorra ugye tudnék izéltetni. 3 traktorra tudnék melóztatni. Figyeljetek, körbehúzzuk ezeket a földeket, az lesz, srácok. Körbe durrantjuk ezeket a földeket. Legalább 2 csíkba.
ugye akkor tudnak fordulni a traktorok, és akkor ugye az erdészkedés mellett én tudnék dolgoztatni munkással, három traktorral. Vagy pedig ugye hát négyjel, a rábával is esetleg. Mert ugye nem muszáj neked izével autótraktoroznod, az lesz gyerekek, itt az lesz. Figyeljetek, de legalább kettőször körbe kellene, de legalább háromszor húzni a területeket, mert ugye bele a szélén van fa meg minden, az belebonyolódnak a traktorok, akkor meg tovább tart igazgatni őket, mint rendesen vetni. Az lesz, srácok, itt figyeljetek, megoldottuk gyerekek, viszont akkor kellene pénz, és legalább kellene, szerintem egy három lajta. Ugye Zetor, két MTZ, azt adjál neki, várja, egy MTZ nekünk kell egy MTZ nekünk kell, viszont ugye ott a rába, akkor kettő lajta. Kettő lajta fog vetni megállás nélkül, mint a bolondok, meg a rába. És akkor, hogyha ez megy, közben tudunk erdészkedni. Szóval kettő legyetültünk egy csapásra. Na, kitaláltuk vagy kitaláltuk? De ezt körbe kell durrantani ezt a területet, gyerekek, minimum kettőször. Minimum kettőször. Ez egész jó egybefüggő terület, úgyhogy jó lesz ez nekünk. Itt van ez a sziget benne, jó, azt majd el kell kerülgetni. De amúgy egész kellemes. Ezt az a lényeg, hogy a szépen körbe kell húzni kétszer. Most van egyszer, és még egyszer körbehúzzuk, és utána ki is kéne találni, hogy honnan. Még jó lenne egyébként valahonnan szereznünk, most megmondom őszintén, boldog lennék, hogy gyorsan tudnék csinálni pénzt. Mert akkor ugye tudnánk venni egy lajtát minimum, sőt, nem tudom mennyibe fájnak, mennyibe raktuk be a lajtákat. Hát ez lesz a nagy biznisz, gyerekek. Figyeljetek, a kis traktorok is le tudják ezt vetni. Csak kell nekik hely, ugye forduló hely. Viszont ha kétszer körbehúzom, akkor már megvan neki a hely. És akkor szépen ő el tud boldogulni, nem lesz ebből nagy probléma, érzem. Sőt, a rábával meg olyan helyeket kell, mint ezt a kis szöglet, meg a szigetek körül körbehúzni. Szerintem ez egy jó lesz, ugye? Ez egy jó megoldás. Itt most tudom, hogy össze van szádva, viszont nem megyek el arra, hanem akkor inkább csinálok nekik a kis traktoroknak itt egy ilyen kis izét, lezárt szakaszt. Ó, hát ez meg, figyeljetek, szerintem ez a megoldás, amit most kitaláltam, ez így menni fog. Utána meg ugye át fogjuk tudni rólad rakni. Az a lényeg, hogy van a rábánk, amivel tudunk dolgozni mi esetleg, meg még ráadásul körbe tudjuk durrantani a területeket viszonylag gyorsan és szélesen, ugye? Na, ez most ugye egész jó összeraktuk. Összeraktuk ugye ezt a kép dolgot, hogy ez így működne. Jó, itt most megmondom őszintén, itt már talán nem is kéne körbehúznom, mert itt meg hely van bőven. Úgyhogy lehet, hogy föl fogom emelni, és átdurantok a másik oldalra. Gyerekek, várjatok, álljatok meg egy pillanatra. Nézzük már meg, hogy mennyi a lajta. Állj meg. Ennyi rakta be, hülye kipör. 18 000, nem is olyan veszélyes. Nem is olyan veszélyes, csak melyik híjá volt a rossz? Na mindegy, lényegtelen. 18 000 a lajta. Várjatok? Álljatok meg egy pillanatra. Mennyi az a szar? Mink van? Én nem ezt akartam megnézni, hanem garást. Mink van? Amit így el lehetne nyomni. Ó, van egy ilyen, gyerekek. Azért van, azért gyűlünk, hallod? Oda néz, eladnám mindent. Már lenne pénz. 25 000, hallod? Testvérem. Ezt amúgy is meg akartam szabadulni ettől a szutymarógótól. Figyeljetek, hamster nekünk kellene most. Hamster? Ugye, és nem ennyire tudod eladni. Ha behúzoltod, akkor nem ennyit adnak érte. Oké, gyerekek, megvan a... Figyeljetek, kitalálta kipör a projektet. Körbehúzzuk a földet. Hamster nem kell, úgy vontatjuk be. Melyik a leggyorsabb traktorunk? Azt hiszem a 82-es MTZ. Bedurrantunk vele. Bevontatjuk. Ez mindenképpen kettő körbe legyen körbehúzva. Gyerekek, megcsináltuk a tutit. Sikerült rájönni a keepernek, hogy ebből hogy lesz iszonyat nagy pénz, meg hogy fogunk normálisan tudni dolgozni. Itt már le van vedve minden, ugye látótávolság sajnos maxra van állítva, sajnos mégis csak ennyi. Nem baj, nincsen semmi gond, gyerekek. Az a lényeg, itt legyen kettő sor, kettő izébe elvedve, hogy tudjon
a traktor ugye szépen ekkora helyen meg tud fordulni, nem kell akkor belemennie oda a gyepőtésbe. Ez jó lesz így. Ezt gyerekek, a 82-es vagy a 80-as MTZ meg a Zetor ezt úgy fogja ledurrantani autótraktor nélkül is, mint a pinty. Mint a pinty, gyerekek, és akkor mégse nekünk kell ezt az egészet körbe húzingálni. Jó lesz, rájöttünk. Jó van, kicsit hajnalodjon, meg ugye úgyis körbe kell érnem. Gyerekek, nagyon jók vagyunk. Jó, rájöttünk. Rájöttünk a tutira. Igen, egy kicsit keresztbe húzom. Az lesz a jó lajtával, ugye az azt hiszem függesztett. Vagy félig függesztett, de az a lényeg, hogy három pontosan csatolódik, és akkor nem lesz az a gond, hogy ugye keresztbe húzza, vagy nem húzza keresztbe. Úgyhogy ez teljesen tuti lesz. Nagyon jó lesz, és ugye közben tudunk erdészkedni, tudom 4 óra 55, úgyhogy ma lehet, hogy még akkor besegítünk vetőgépeknek, a kis traktoroknak, de itt most úgy érzem, hogy megfogtuk az Isten lábát. Azzal, hogy erre rájöttünk erre a dologra. Még elfelejtem ugye, hogy lehet autótraktor, lehet élni autótraktor nélkül is, gyerekek. Várjatok. Lehet élni autótraktor nélkül, és lehet tolatni törcsuklós géppel is. Ezt is szépen lehúzzuk. Úgy. Az a lényeg, ne menjenek be a gépek ugye az izébe. Csepőtésbe. A checkmedbe ne menjenek be a gépek, mert abból van mindig a probléma. Úgyhogy akkor nem lesz gond, gyerekek. Figyeljetek, itt ilyen helyen, amikor már körbehúztad, olyan szépen fognak dolgozni a kis MTZ meg a Zetor, hogy ez öröm lesz nézni. Ugye nekünk azok meg igazából most mondhatni fölöslegesek, mert ugye, hogyha erdészkedek, akkor nyugodtan dolgozzanak. Nincs gond. Jó lesz, megvan oldva, gyerekek, megvan oldva. Megvan oldva a projekt, ugye az lenne az igazi, megállíthatnám az időt, de ugye megbeszéltük, nem állítjuk meg az időt, úgyhogy azzal majd számolnunk kell, hogy okosba kell csinálni a dolgot. Ugye jó, mert ezek nem kultis vetők, úgyhogy ha véletlenül rámegy olyan helyre is, ahol már el van vetve, nincsen baj belőle. Nem fogja kitiporni. Ezért mondtam, letaposás módot ne is kérjétek, mert ugye figyeljetek, nem rajtam múlik, én nem taposnám le, mert el tudok én járni, de viszont ezek a mesterséges intelligencia farming szimulátor 15-ben nem a legkirályabb még. Nem szabad azt erőltetni, hogy itt csak idegeskednénk rajta, hogy jaj, itt letaposta, ott letaposta, mert hülye a gép, mert igazából nem az én hibám lenne, hanem a gép hibája, ugye. Na, akkor gyerekek, figyeljetek. Itt ezt a kis csücsköt lehúzzuk, aztán már mehetünk is, gyerekek. Az autótraktort meg se próbálom soha többet. El lehet felejteni, jó? Azt ne is mondjátok, hogy így állíts be, úgy állíts be. Én már nem csak ebben a részben, lehet, hogy nem láttad te, aki nézed a videót, de már én próbáltam keresztbe, hosszába mindenhogy állítani, és ahogy se akar jó lenni. Mindig megy a csepőtésbe. Én elhiszem, hogy lehet, hogy a gyári mapon, ahol szögletesek a mapok, meg ahol lehet, hogy nem úgy van kiképezve meg. Ott jól működik, itt nem működik jól. Sajnos. Lehet, hogy ugye nem úgy van konfigurálva, nem addig van a mapnak a széle, mint ameddig te látod a füvet, és lehet, hogy tovább van, lehet, hogy máshogy érzékeli. Ugye ő nem tudom mihez viszonyít pontosan. Nem jól csinálja a dolgokat. Na gyerekek, itt már ugye... Amúgy egész jó, gyorsan lehet ezzel dolgozni, ezzel a nagy vetővel, mi? Hallod, figyeld ma. Majdnem összeérünk, hallod? Azért nem olyan rossz ez a nagy vető. Na majd valami nagy derék vetőket küldjetek, jó? Na, skacok, az a lényeg, hogy lassan hozhatnánk az egyik lajtakomát, meg a másik lajtakomát. Mert azért itt azért még kéne küzdeni, addig én simán tudnék erdészkedni. Na jó, akkor ide már be lehetne durrantani őket. Álljunk meg egy pillanatra. Megyünk a Zetorhoz. Ugye a Zetor... Ja, a Zetor hozta a fát. Mert ugye nem tudtuk kihúzni. Zetor megy a bótba. Behúzza a hamstert. Zetor megy a bótba, behúzza a hamstert. Eladja a hamstert, és hozza a lajtát. Megtöltjük a lajtát. Most már nyomja is neki, mint süket a kekszet, gyerekek, jó? Oké, lesz az érzem. Szépen. Ugye pont útba esik a hamstert eladjuk. Nem köszalma most egyelőre, állatokkal nem foglalkozunk, tudunk venni.
Most a pénz a lényeg. Ugye megpróbáltuk, ugye egész jól el lehet adni egyébként a szalmát, nem olyan rossz. De ugye ezek utána kicsi kombájnok után összerángatni, nem egyszerű. Úgyhogy ezt most egyelőre hanyagolva van. Ezek a traktorok, ezek nagyon jók. Meg ezeket, ezt a földet is ugye le kell vetni majd, úgyhogy itt azért még kell dolgozni, gyerekek. Na, megint köd van, mi? Köd előtte, köd utána. De viszont ezt egész, én úgy érzem, most így kihoztam magamból a maximumot, elég jó kitaláltam. Szerintem jó. Jó, hamster fölkapjuk. Azt a pótot nem adom, mert még egy kicsit el tudunk vele nyuglődni, ha valamit kell csinálni, ugye? Mindenképp HV80-ra cseréljük majd minél előbb, úgyhogy az lesz, srácok. Ez. Óvatosan, ugye törésmód még mindig benne van. Keeper nem lenne baj, ha nem törnéd ripítjára dolgokat. Jó, oké. Olyan szépen fog ez közlekedni, én érzem. Rajt van még 4000 szalma. Jó, eladjuk szalmával együtt, mi? Na várjatok, merre vagyunk? Itt le kell menni megint, mi? Megint izé van, fönforgás. Őha. Jó, gyerekek. Valahol le kéne mennem az útra. És ugye ezen az úton meg... Várja, merre kell mennem? Az a gyerekek, azt hiszem ezen az úton ki tudok érni. Vagy fenét. De, ezen az úton ki tudunk érni. Rendes útra. De ezt a földes utat, ezt például nem szoktam használni. Ja, nem érünk ki, mert eddig tartott, aha. Csak a földre lehet itt kijönni. Jó, van itt megoldja a keeper, ne aggódjatok. Ez az Ettore, ez tetszik, jó, venj, mint a bolond. Egy kicsi lesz neki a lajta. Tudom, egyébként az elhúzná a nagy izétvetőt is. De... nem. Egy az, hogy ugye vontatva van az a vetőgép, ami nem jó, mert ugye keresztbe húzza, minden probléma van, megint csikosra hagyja, akkor többet kell dolgoznom utána, mint hogyha rendes izével dolgozunk, felfüggesztette, mert ott akkor gyakorlatilag nincsen probléma, nem az, hogy végig húzza, és akkor bajok lesznek, hanem ott nem lesz gond vele, gyerekek. Hát valószínűleg, várjátok, itt ez el van izével? El van verve, ja. Valószínűleg sajnos permetezni nem fogok, mert nincsen mibe. Meg ugye kéne venni, meg kéne minden. Be fogjuk rakni a permetező helikoptert, és ebből a nagy földből, hogyha nem kaporok le félmilliót, meg a favágásból, akkor semmiből félmillióba fog kerülni. Félmillióba fog, gyerekek, a permetező helikopter. Nem kis pályázunk, azt hiszem valami 20 000-be gyárilag annyiba van beragva, én fölemelem félmillióra az árat, mert akkor már legyen, alud legyen kövér. Ugye ha itt adod el, akkor jóval többet adnak ért, az vágod, azt sose felejtsétek el, főleg, hogyha így játszatok, mint a keeper, hogy hardba, mert akkor különben szoptok. 30 000, gyerekek, 30 000, és akkor már meg is vesszük, bár ilyen, azt hiszem, hogy tudok is venni, ugye? Jaj, az M10-ét ne add el ki, mert, vagy az Ettort, mert bajok lesznek. Na, hogyha nem cseszem el ezzel a részbe, egyébként írta Redmond, hogy rakjam vissza a pénzt, amit ugye véletlenül elcsesztem, na, nem számít, saját hibám volt, mondjuk úgy, úgyhogy, na, lajta. Jó, ez is vontatott, most látom, more. Ja, és ez is vontatott, nem is kell hozzá izé például. TLT, mert ugye a kerék, ez még a kerék hajtotta. Nem is olyan pici ez a lajta, gyerekek. Nem is olyan pici, ugye? Ugye? Nem is rossz, tetszik, sőt. Le a kalappal, érzem, hogy itten be fognak indulni a dolgok, gyerekek. Na, jó lenne egy megfordulás. Annyira, mindig néha elfelejtem ugye, hogy van, mi az, törésmódben, TMK-mód, aztán van. Óvatosan kell közlekednem, mert ha neki rongyolok a dolgoknak, akkor összetöröm a gépet. Ez még szerencsére, nem tudom, a gumit érte, ugye? Mert különben egy óra baj.
Kivegyük, megtöltjük. Úgyis ott az a főre aljába kéne kezdenünk. De ott már ugye duplával húzva. Mit lehet ez az évet csinálni? Tisztány választ magot. Ja, várja. Ó. Jó van gyerekek, ez meg lassan majd beérik szépen, nem lesz vele gond. Összeérik, úgyis az egész, akkor fogjuk vetni, figyelj ott már, izé, kell is szépen. Jó van gyerekek. Apám, mekkora köd van, hallod, ekkora köd nem volt ezelőtt. Tudom ugye, hogy nem muszáj lenne bele mag. Hogyha gépi munkást se csináltatom, de legyen, rakok bele, hallod. Rakok bele. És ugye most a következő lajtát nem fogom tudni megvenni. De azt fogom csinálni, hogy hogy mondjam. Ugye neki állunk fázni. De nem úgy, hogy izé, hogy borsozik a hátamon a szőr. Neki állunk fázni, és akkor onnan majd lesz belőle, lesz pénz a következő lajtára. Kettő darab lajta fog dolgozni, okosan, megállás nélkül. Ezt a, erre a földre, erre kell gyerekek a cucc. Erre a földre kell a cucc. Na. Az. Jó van gyerek, szuper. Úgyis fogy a pénzünk egy picit most. Na hát ez... Megmondom őszintén, ez most így tetszik, ez boldog vagyok ettől az egésztől. Figyeljetek, én azt mondom, hogy itt neki is állíthatnám. Itt neki is állíthatom. Itt körülbelül. Ezt oda-vissza szépen maszkálhatom, erre ő gondolja. És meg is nézzük, ki is próbáljuk, hogy akkor ez így frankó lesz-e neki. Ugye az a lényeg, hogy most én itt nyomok egy H betűt. Ops, már egy autotraktor be volt kapcsolva. Állj. Állj. Állj, ezt az autotraktort. Ezt nem használjuk. Oké. Okay. És akkor ugye szépen elindítod. Átér a túloldalra, visszafordul. Átér a túloldalra, visszafordul. Ugye, de viszont most ugye van neki fordulási zónája. Szépen nem fog kimenni a végére, mert ugye már itt el fog fogyni neki a föld, figyelj-e. Figyelj-e, figyelj-e. Hoppa. És nincsen probléma. Vissza fogod a tolatni elvileg. Okosba. Jaj, ne. Már most félek. Azt mondjátok... Ez mit csinál? Jaj, ne. Jaj, ne. Jaj, ne. Ez most így fogja... Nem hiszem. Nem autótraktort csinálja. Szívrólmat kap. Nem lesz ez így jó nekünk, gyerek. Ez így nem lesz jó nekünk. Nem leszünk így kibékülve, barátom. Nem leszünk így kibékülve. Nem, nem hiszem el, nem, komolyan mondom, nem hiszem el, esküszöm gyerekek. Na mindegy, itt valami témferegjen, én még akkor dolgozok egy kicsit a stelgere, aztán majd meglátjuk, jó gyerekek, az lesz. Most ugye keresztbe húzta, megpróbálom így hosszabb elindítani, akkor talán jobban viselkedik. Nem tudom, gyerekek, komolyan mondom, megőrülök, hogy nem tudják jól megcsinálni. És akkor az a nagy gond, hogy most ne haragudjatok, de most így... Nekem kell ezt az egészet leíze. És nem autótraktor. Ez most ugye autótraktor, nukuk, ki van kapcsolva, normál. Jó. Úgy látom, mégiscsak akkor a képernek kell lehet, hogy ezt levetni az egészet. Az meg ugye jó buli lesz. Jó, hát... akkor csinálja a képer! Jó, nézzük, hogy mi fog történni, kisülni belőle. Ha nem jó, akkor eladjuk. Borzalom. Egyébként tényleg, én nekem az a véleményem, hogy
A full függesztett vetők van olyan, van, persze, hogy van. Azzal lehet, hogy jól működne. Vagy ha hosszabb buton csinálná ugye esetleg, akkor csak a végét kéne ugye lehúzni. Nem tudom, gyerekek. Hát már rá sem merek nézni, miket művel. Jaj. Jó. Dolgozzon, csak csinálja. Ezt majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Nem értem, miért ilyen hurkokat húz. Miért? És az autótraktor az nincs be... Nem, ilyenkor ki van kapcsolva, ne is, azt ne is írjátok, hogy... Jaj, mert az be van kapcsolva, nem. Itt valami nem... Ez... Mesterséges intelligencia, a bejk a seggel alatt az igazság. Ugye beleváltuk, mindjárt megnézem egyébként. Na úgy elég jól lehet, elég gyorsan lehet ezzel dolgozni, ahogy látom. De azért egy-két kört kell venni a keepernek, hogyha saját magának kell elvetni. Főleg ugye van a másik földünk is. Áj, de nagyon jó. Jaj, legalább most már ide kivírrad, vagy mit tudom én, hogy mondják. Röggelet. El akarom vetni, nem akarom húzni tovább az időt. Mert ugye tudom, fát vághatnék, mondtátok, jó pénz meg minden, de hát azért mezőgazdasággal is kéne foglalkozni, egy mezőgazdasággal foglalkozó játékban. A mezőgazdaság. Jaj, Mari. Hát ugye ezért például egy újabb FS 19-ben például ezért jobb, mert a gépi munkás például sokkal intelligensebb. Bármi meglepő, de igen, fejlődést mutattak etéren a készítők. Jóval intelligensebb az FS 19-ben a segítő. Az jó, az jó, az jó, most azt jól becsavarta a képer, sikerült. Na, elnézzünk arra, mit dolgozik. És se látok addig mi. Mindjárt. Ugye egyenesbe teszem nagyjából, hol van? Fú, el nem tudom képzelni, mit csinálhat gyerekek. Leérünk, akkor meglátjuk, jó? Várjál, befejezte, azt mondja. Megőrülsz, befejezte. Hát inkább lecsináltál volna semmit, testvérem. Jó, az a nagy baj, megmondom őszintén. Hogy ugye többet vesződsz vele, figyeljetek, valamit kitaláltam, még valamit megpróbálok. Hogy... Megindítjuk a Steigert. Mi lenne, ha a Steigert indítanám meg? Megpróbálom. Autótraktor nélkül. Autótraktor nélkül. Mondjuk. Itt oda-vissza, oké? Okay? Megnézzük autótraktor nélkül a Steiger mit művel. Bánatos vagyok, megmondom őszintén, mert nem vagyok kibékülve azzal, hogy itt ezeket csinálja. A föld közepén, nézzük meg, és akkor most kielemezzük, hogy ő, hát hogyha ő esetleg, ő azt mondja, hogy igen, én jól tudom csinálni. Na nézzük. Mennyi erre, amerre te gondol, ne nem autótraktorral, ötös. Kikapcs. Most mehetsz. Ugye ez nem autótraktor. Ezt leszögezem. Tóth egyenesen megy az a lényeg. A végén vissza fog fordulni. Nézzük már, hogy csinál addig a izé. Jó, addig igazából átmehetek a... Megnézzük a Steiger, hogy fog fordulni. Ezt csinál egy ilyen izét, hunkort, aztán visszamegy. Egyébként annyit csinál csak, úgyhogy ez nem valami jó oldalhajtás megoldás. Stegerge, kíváncsi vagyok. Viszont ugye nagyon jó az a vető, mert az milyen jó széles. Na nézzük. Nézzük. Mi fog történni, hogyha kiér. Hely van bőven. Hely van bőven. Figyelj, hogyha ő tudja jól csinálni, akkor én fogok kisvetővel menni, ennyi az egész. Vagy pedig ugye veszünk a izé, a Zetor az elhúzna. Ó, gyerekek! Ne, ő jól fogja csinálni. És ő jól fogja csinálni. Oda nézzetek, testvéreim, a rábás. Még jó, hogy kipróbáltam. Ő jól fogja csinálni, figyelj.
Figyelj, és ő jó áll rá. Nem hiszed el. Nem hiszed el, a rába jó. Tessék. Tessék, meg tudod fordulni a föld végében normálisan. Jó, rába ő fog autótraktorozni. Vagyis nem autótraktorozni, hanem gépi munkával menni. A Krisztál nem jó. De egyébként, most ne arra ugyatok. Lehet, hogy a vetőgép nem nincs jól konfigurálva? Lehet, hogy érdemes lenne még egy ilyen vetőt a Krisztál után? Vagy pedig az MTZ-t megpróbáljuk a izével, a lajtával? Ugye kettő megoldás van, vagy a Krisztál csinálja hülyeséget, vagy pedig a vető. Meg kéne próbálni az MTZ-t ráakasztani a lajtára. Megvárom, itt még itt is jól fordul, akkor komolyan mondom, azt mondom, hogy úristen, akkor meg van menve a haza. Mert akkor szépen itt hagyhatom a rábát, és csinálja a dolgát. Viszont hogyha... Hogyha a vető szar, akkor beszélünk a Krisztálra még egy ilyen vetőt. És akkor kettővel nagyon szépen eldolgoznak. Egy ilyen földet lehúzzák szerintem az egy óra alatt már, mint amíg én fát vágok, vagy bármi. Oda nézzél, testvérem. Ez az. Ez az. A magyar gép, gyerekek. A magyar gép tudja a dolgát. Oda nézzél, beáll úgy, ahogy kell. Figyeld. Figyel, testvérem! Nincsen itt appelláta, nincs itt appelláta! Kész! Kész! Itt van! A magyar isten! Na gyerekek, álljatok meg egy pillanatra, megpróbálom azt a lajtát az MTZ-be. Hogyha szar lesz, akkor egyértelműen, hogy a vetőgép szar. Mármint ma rosszul van valamennyire konfigurálva, nem nagyon tud dolgozni vele gépi munkás. Ami nekem nem jó, viszont akkor arra, akkor fogunk gyűjteni még egy olyan nagyvetőre, mint ami van ugye a izé mögött. Gyerekek, megoldottuk a keleti kérdést, szerintem itt most olyan, mint hogy átvágtam volna a Gordiuszi csomót ezzel a dologgal. Annyit tényleg ezzel próbálkozunk, MTZ is szar ezzel, akkor nincsen gond, akkor megnyugodott a Keeper, akkor ez ilyen vetőt a büdös életbe többet nem veszünk. Viszont hogyha az MTZ is szar lesz, hogy az MTZ jó lesz, akkor Krisztál nem szabad gépi melós vettetni, mert meg van tébolyodva. Gyerekek, oda néz a rába. Hallod? Maga a csoda. Maga a csoda, megoldottuk. Imádom ezt az egész. Egyébként az ilyen sikerek okoznak örömet. Egyébként komolyan, ez a legjobb dolog a világon. Nem úgy értem, majd farming szimulátorban van egy csomó jó dolog a világon egyébként. Na ez mondjuk ezek küzdeni fog. Ez kicsit kevés lesz, de kipróbáljuk itt. Itt keresztbe. Ezt megnézzük, mi fog történni. Hallod, hogyha ez a kettő itt szépen eldolgozgat, akkor hátra dölök, hallod, megyek a kocsmába. Na! Kikapcsoljuk az autótraktort, ugye? He! És arra leszek kíváncsi, hogy ahogy fordul. Hogyha szarul fordul, akkor vető elad, olyan vető szerez, Krisztál után be, bum! Ketten úgy dolgoznak, mint a kis angyalok, gyerekek. De ez nézd már. Hallod? Megütöttük a főnyeremény, gyerekek. Oda nézzél, hallod? Jaj, de imádom ezt, jaj, ezt már öröm nézni, gyerekek. És tökéletesen szépen húzza jobban, mint a Keeper. Na, a traktor, nézzük az MTZ-t. Na, ez hogy fog fordulni? Kunkort csinálsz-e, testvérem, vagy izélsz-e? Kunkort csinál, vagy pedig szépen betolhatsz, megcsinálod. Ne vicceljél, barátom, hogy jó lesz ő. Nem, kunkort fog csinálni. Kunkort fog csinálni, ki is kapcsolom francba, mert ez... Jó, álljál le. Jó, vetőgép nem, egyszerűen nem, ez a vetőt nem szabad megvenni, autó munkása nem működik. Jó, ez eladásra megy. Viszont a Steiger az egy maga a csoda, oda nézd. Ez a Steiger ezzel a vetőgéppel, álom. Álom, gyerekek, ez figyelj, itt hagyod, azt hónap utára megcsinál mindent. Imádom, gyerekek, ez most megfogtuk az Isten lábát, komolyan. Ezzel most megfogtuk az Isten lábát. Imádom. Megoldom. Egyébként meg, ezzel most egy hatalmas dolgot oldottuk meg, hogy tényleg tudok normálisan dolgozni más. Tudom, hogy most folyamatosan pofázok, örülök neki, gyerekek, ennek az egésznek. Nagyon jó. Stelgerek kellenek, lehet, hogy
Lehet, hogy begyűjtünk még egy Steigerre, kettő Steigerrel, meg kettő ilyen vetővel, gyerekek. Ilyenkor itt már nem is kell nekem nagy kulti, meg ilyesmi. És elmondom nektek, szerintem ez így frankó lesz. Ez így frankó lesz. Az a vető az nem jó. Nem tudja normálisan lekezelni a munkás. Nem érti, hogy mi a szituáció. Egy ilyen vető kell. Egy ilyen vető kell, az a baj, ez nem olcsó. Egyébként sem, ezt elmondom nektek, gyerekek. Ez azt hiszem 60 ezerért vagy mennyire raktam be, úgyhogy erre kell egy kicsit kubikolni. Viszont csodálatos módon, oda nézzél. Csodálatos módon megfor, és kell neki ennyi hely, úgyhogy kettő izét mindenképpen le kell húzni. Hát egy, most egy kicsit még ki is ment fölöslegesen. Kettő sort lehúzol neki, utána meg ő tudja dolgát. Ő tudja dolgát. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Következő részbe ugye mindenképpen azt csináljuk, hogy összekapunk valahogy összekapunk egy kis manita izére, egy ilyen vetőre, átszervezzük a gazdaságunkat. És akkor ugye már is sokkal beljebb vagyunk. Ojaj, nagyon jó. Nagyon tetszik, gyerekek. Ott meg szépen már mindjárt összenő a izé. Hát ezt a hatalmas földet, gyerekek, ezt levaratjuk, ezzel tele leszünk, mint a győri kex. Na, vagy a győri busz inkább. Na, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csumi csőtészta.